Kegyelem néktek és békesség legyen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva a 150. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Ma a Kántáte vasárnapján éneklő szóval magasztaljuk az Urat, a 150. Zsoltár első versét fennállva énekelve, majd a második, harmadik versszakokat a helyünket elfoglalva. Dicsérjétek az Urat! Tengerbe vetette, válogatott legjobb harcosai televeztek a Vörös-tengerbe.
Elborította őket a mélység, kőként szálltak a mélybe. Jobbod, Uram, dicső az erőtől, jobbod, Uram, szétszúzza az ellenséget. Nagy felséggel elsöpött támadóidat, ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint tarhót a tűz. Haragod szelétől föltornyosultak a vizek, gátként megálltak a futóhavok. Megmerevettek a mélység a tenger szívében. Üldöző megvan, így szól az ellenség. Zsákmányoltak mindjárt, kitöltem a bosszomat rajtuk, kardomat kirántom ellenük, kezemmel kiírtam őket. Rájuk fújtál szeleddel, és elborította őket a tenger. Mint ólom merültek el a hatalmas vízben. Kicsoda olyan az istenek között, mint te, Uram. Kicsoda olyan felséges szentségedben, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te. Kinyújtottad jobbodat, és elnyelte őket a föld. Hűségesen terelgeted a megváltott népet, erőddel vezeted őt szempalitásba. Hallják a népek, és beleremegnek, fájdalomban vonaglanak Filiszter lakói. Meglendülnek majd Edom fejedelmei, Moab hatalmasait rettegés fogja el, kétségbe esik Kánaán minden lakosa. Rettentő félelem szakad rájuk, hatalmas kardottól néma kővé válnak. Míg átvonul a népet, Uram, míg átvonul az a nép, amelyet kiváltottál. Beviszed és elülteted őket örökségednek hegyén, melyet lakóhelyednek készítettél, Uram. A szent helyen, Uram, mit kezed tett szilárdá. Az Úr uralkodik örökkön, örökké. Kedves testvérek, gyertek fennállva, kérjük Isten szentemkét. Érthetővé az ő igényét, ami számunkra az ő világosságát és bölcsességét, azt mondom, hogy Isten tiszteltem is. Mennyi édesatyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert szabadító Úr vagy. Köszönjük neked mindazt, amit az életünkben Jézus Krisztus szabadításában már nekünk ajándékoztál, és köszönjük azt is, amit naptól napra újra és újra átélhetünk, és veled együtt örvendezhetünk szabad emberként a te fiad megváltásában, szabadításában. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a szabadságban lehetőséget adsz arra, hogy napról napra egyre jobban megismerjünk téged, és egyre jobban szerethessünk téged. És ebben a szeretetben fölfoghathat hálánk éneke, és ezzel az énekkel, ezzel a dallammal, ezzel a dallal jövünk most eléd, Urunk, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk téged, mert egyedül te vagy erre méltó és senki más. Szükségünk van, Urunk, arra, hogy te szólj hozzánk. Szükségünk van arra, hogy a te igéd igazság és a te igédnek lényege, a te szabad elérjen hozzánk. Ezért kérünk, hogy szólj, mert itt vagyunk, és halljuk, hallgatni akarjuk, hallani akarjuk a te szolgáid. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és lelked által szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyüket, és a 618. számú dicséretünket énekeljük. Ez is egy Isten magasztaló ének, magyar dallamú ének, énekeljük szívvel, énekkel együtt.
Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szeme előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát. Kedves testvérek, ebben az évben sokszor volt már szó a boldogságról, és ma is, ha nem is direkt módon, vagy közvetlenül, de így közvetetten mindenképpen ezt érintjük akkor, amikor az éneklésről, Isten magasztalásáról, Isten dicsőítéséről lesz szó. Ugyanis a felolvasott alapigében nem hallhattuk, és nincs is benne ez a szó, hogy boldogság, de mégsem véletlen, hogy az éneklés és a boldogság, az Isten magasztalás és a boldogság, az Isten felé érzett hála és a boldogság, ezek nagyon szorosan egybe kapcsolódnak. Van egy olyan fogalom a teológiában, vagy legalábbis az egyházi életben, hogy egyházi év. És az egyházi év, ezért nem január 1-én kezdődik, hanem advent első vasárnapján, aztán advent 4 vasárnapja után tudjuk, hogy jön a karácsony. Karácsony és húsvét között is vannak különböző ünnepek, az egyházi évnek különböző ünnepei, ezt leginkább a katolikus testvéreknél az ő szertartásukban, liturgiájukban sokkal jobban nyomon lehet követni. És aztán a húsvét előtt tudjuk, hogy van a bőjt időszaka, húsvét után tudjuk, hogy jön a pünkösd időszaka, és a pünkösd és a bőjt között van néhány vasárnap, amit nemes egyszerűséggel, különböző igékkel nevezett el az egyház az elmúlt 2000 esztendőben, és így lett a húsvét utáni első vasárnap neve, mint újszülött csecsemő, vagy latinul quasimodo geniti, vagy kegyelmes úr, misericordia domini, a múlt vasárnapot például jubilate vasárnapnak nevezték, és a mait pedig cantate vasárnapnak, azaz énekeljetek, ebből a szóból a Vulgata 96. illetve 98. Zsoltár alapján így hangzik latinul az, hogy énekeljetek, következő vasárnap az pedig a rogate, azaz az imádkozzatok vasárnap lesz. Egy szó mint száz. Itt vagyunk tehát a negyedik vasárnapon, húsvét után, aminek az egyházi év menetrendje szerint, vagy sorrendje szerint Cantate vasárnapot adta az egyházi hagyomány. És ma ezen az úgynevezett Cantate vasárnapon arra figyelünk, miért is tanít bennünket Isten igéje, Isten szava énekelni, magasztalni és dicsőíteni az Isten. Sok latin szót mondtam itt az előbb, de én azt gondolom, hogy ez a gyülekezet nem csak latinul érti ezeket a kifejezéseket, hanem biztos vagyok benne, hogy jó sokan, akik itt vagytok, héberül is tudtok. Ugyanis itt a 98. Zsoltár első szavait, amikor felolvastam, hogy énekeljetek új éneket, azt mondanám, hogy sírhadás, akkor ezt talán tudjátok, hogy ez a héberül új ének kifejezése. Van egy ilyen ének együttes is, sírhadás együttes, akik szoktak turnézni és különböző gyülekezetekben fölépni, esetleg CD-kről, korábbról, vagy akár most az internetről is ismerhetetek akár a kifejezést, akár pedig ezt az együttest. Tehát ez a 98. Zsoltár, vagy a 96. Zsoltár is ugyanígy kezdődik. Énekeljetek új éneket, ez a sírhadás, ez az új ének. És azért is beszélek erről, hogy irányítom erre a figyelmeteket, mert erről az új énekről szól közöttünk ma Isten igéjének az üzenete. Új ének. Hát ha valami meghatározza az egyházunknak az elmúlt 20-30 évét,
akkor ez az, hogy mit is kell énekelni, és hogyan kell énekelni. Ősszel voltam a egyházmegyei lelkész csendes hetünkön, Mátraházán, vagy továbbképzési hetünkön, és ott is a liturgia volt a fő téma, és a meghívott előadók az éneklésről beszéltek, és hát nem lett belőle késik menő vita, de azért nagyon erősen érződött az, hogy mindenki beásta már magát jó mélyen a földbe, a lövészárokban, az énekléssel kapcsolatban, és aztán onnan nagyon-nagyon nehéz kimozdítani bárkit is. És amikor eljönnek akár az énekügyi előadók és előadnak, és elmondják a maguk véleményét, vagy akik csak egyszerűen pragmatikus szempontból, vagy akik csak misszió szempontjából, van akik csak saját ízléseik szempontjából megfogalmazzák a maguk véleményét, akkor mindig ott van az ütközés a régi ének és az új ének között. És ez egy olyan törésvonal, amit talán nem is nagyon látszik most református egyházban, hogy ez hogyan fog elmúlni, és hogyan válik egységessé. Néhány hónappal ezelőtt egyébként én már erről beszéltem, ugyanígy egy családos istentisztelet keretében. Azt gondolom, hogy erről érdemes újra meg újra gyülekezeti szinten is az ige alapján tájékozódnunk és tanulnunk, hogy mit tanít, vagy mire tanít bennünket Isten igéje, akár az éneklésre, vagy az új énekkel kapcsolatban. Hát először el kell mondani azt, hogy ez az új ének nem a formáját tekintve új ének. Hát ez most egy tagadás, negatív leírás, de egy biztos, hogy nem a formáját tekintve új ének. Tehát nem akkor lesz valami régi ének, mert mondjuk Gregorianban énekelték, vagy nem attól lesz valami régi ének, mert Luther Márton szerezte, vagy nem azért lesz valami régi ének, mert a 19. században kicsit ilyen egy kaptafára megírtak néhány éneket, amit egyébként nem is nagyon énekünk, de ott van az énekeskönyvünkben. És nem azért lesz valami új éneké, mert mondjuk ritmusosan énekeljük. Azaz nem az a kérdés, hogy hogyan éneklik. Van egy anekdóta, miszerint Kodály Zoltán egyszer elindult Debrecenből, Budapestre vonattal, és éppen nagy templom mellett jött el, amikor kezdődött, beharangoztak és kezdődött az istentisztelet, és felfigyelt rá, hogy milyen nyújtva éneklik a 90. Zsoltát a debreceni hívek. Aztán, amikor felért Budapestre, gondolt egy tréfát, fölhívta a Révész Imrét, korabeli debreceni püspököt, és amikor a püspök felvette, akkor elmondta neki, hogy kedves püspök úr, éppen a nagy templom mellett jöttem el, amikor elkezdte a gyülekezet a 90. ének, a Zsoltár éneklését, csak érdeklődöm, hogy befejezte el már. Gyermekkoromban még nekem is vannak hasonló emlékeim. A Gálocson egy pici gyülekezetben, egy pici templomban a diktálás, mint szokás, még akkor élt, és hát nem is volt mindenkinek akkor énekeskönyve, de korábban biztos, hogy nem nagyon volt énekeskönyve, talán emlékszünk még ezekre az énekeskönyvekre, nem voltak egész hangok, meg fél hangok, meg negyed hangok, hanem egy egész hanggal volt végigírva az egész dallam, és akkor ugye így énekeltek még a gyülekezetek, valóban mindent, amilyen hosszan a tüdő bírta, tartották a hangot, és hát egy ének akár 10 percig is eltarthatott. Ma meg ugye itt a gyülekezetben gitárral vezetjük az éneket, gitározok én is, Zsuzsi néha jelez, hogy túl gyors is vagyok, nem kéne ennyire sietni. Úgyhogy ugye itt a nagy kérdés, hogy akkor most a 10 perces ének a jó, vagy a másfél perc alatt befejezett ének a jó, tehát hogy mitől lesz egy ének új? Vagy megközelíthetnénk úgy is, hogy formailag a régi énekek, ugye ezek ilyen ütemtelen vagy ritmustalan énekek voltak, ma meg ütemesen, azaz néha túl ütemesen énekünk. Ugye ebbe is a gyülekezet egyik fele ebbe érzi jól magát, a másik fele másikban érzi jól magát. Szóval mi dönti el, hogy mitől lesz egy ének régi ének, vagy új ének? De az ige azt mondja, hogy nem ettől függ. Tehát a régi ének titka és az új ének titka nem attól függ, hogy hosszan énekeljük, nyújtva, gyorsabban énekeljük, ütemesen vagy túl ütemesen. És nem is az életkorától függ, hogy az előbb utaltam rá, azaz nem attól, nem az a kérdés, hogy Ambrosius szerezte, Luther Barton szerezte, vagy pedig a Hilson tavaly szerezte ezt az éneket, és nem attól függ, hogy gitárral kísérjük-e, és nem attól függ, hogy szintetizátorral, vagy zongorával, vagy bármi mással. A régi nyelvezet is lehet új akár, és a mai nyelvezet is lehet már elcsépelt, és kopott, ami nem mond semmit.
És hogy hány éves az ének egyáltalán nem használ semmit, milyen használatán is felül lehet emelkedni. És akkor most már beszéljünk arról, ami kijelentő mód, tehát nem csak tagadás, hanem kijelentő mód, mert az új ének titka az a szívben van elrejtve, és erről beszél a Zsoltáros. És az igéből szeretnénk tanulni, hogy hogyan kell énekelni, akkor most felejtsük el az énekek korát, lépjünk ki a ritmikájából, lépjünk ki az ízléseink, korlátai közül is, és felejtsük el a szóhasználatot is akár, ugyanis a viták nagy része prozódiáról, meg szóhasználatról szól. A szívre, azaz a szívünkre kell figyelni, mert az új ének titka a megújult szívben van elrejtve. Először is, mi köze van egyáltalán a szívnek az énekléshez? Hát ez egy költői kérdés, mert azt gondolom erre mindenki azt mondja, hogy van. Tehát nem hiszem, hogy bárki tagadná itt most közöttünk. És ugye mondhatnánk azt, hogy van akkor, hogyha valaki hát nem tud énekelni. Erre egyébként elég sok református szokott hivatkozni, hogy hát én nem nagyon tudok énekelni, ezért inkább hallgatok az Isten tisztelten. Miért nem elég a szó, miért nem elég a mondat, miért nem elég a beszéd? Szóval miért van szükség egyáltalán keresztény embernek az éneklésre? Kedves testvérek, erre nagyon egyszerű válasz azért, mert Isten így teremtett meg bennünket. Milyen érdekes, hogyha belegondolunk, hogy a liturgiánkat ugye mi alkotja. Tehát amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, van köszöntés, van énekszó, van imádság, van igeolvasás, van igehirdetés, van ugye közbenjáró imádság, aztán vannak hirdetések is természetesen, adakozás, stb. Tehát, hogy ezek mind-mind a liturgiánknak a része. De melyik lehetett ezek közül az elsőszülött? Azt gondolom, hogy az éneklés lehetett az elsőszülött. Mint liturgiai elem, az éneklés már jóval hamarabb létezett, mint a prédikáció, és szerintem még az imádságban is jóval hamarabb létezett. Azért, mert az ének az együtt teremtetett velünk, együtt az emberrel. A szívünk olyan, mint egy húr, amely rezeg, rárezeg az örökre, rárezeg a pánatra, a bajra, a szomorúságra, és dallamot ad ki. És ezért is éltük már, átérezzük mi is jól, hogy akár öröm, akár szomorúság ér bennünket, akkor olyankor nem szónokatra, vagy nem tanácsolásra, nem okításra van szükségünk, hanem énekre. Miért? Tehát miért a szív és az ének, mi a kapcsolat azon túl, hogy megteremtette bennünk az Isten így? Az, hogy a szív az a szeretetnek a helye. És a szeretet és az éneklés egybe tartoznak, egybe kapcsolódnak. Elég, ha csak egy édesanyjára gondolunk, aki dajkálja a gyermekét, bizony nem tanításokat olvas neki, hanem dúdol, hanem énekel, mert szereti. És valahogy így kell látnunk magunkat, az emberként is. Hogy amikor a szívünk megtelik az Isten szeretetével, akkor bizony semmi másnak nincs ott helye, csak egyedül az éneklésnek. És mind a kettőnek ott van a szívben a helye, a szeretetnek is, és az éneklésnek is. Ágoston mondta, hogy aki szeret, az énekel, és aki énekel, az kétszer imádkozik. Az új ének feltétele tehát nem az új liturgia, mint amiről most már vitatkoznak, legalább 10 éve a református egyházban is, és előbb-utóbb lesz, úgyhogy készüljünk. Nem az új énekeskönyv, amiről megint csak késhegyi tartó viták vannak, hogy akkor most lehet-e beletenni 50 évesnél korábbi éneket, mármint mondjuk így a mi élettartamunk alatt született meg, vagy sem. Nem a projektor és nem a vászon, amit ide ki szoktunk vetíteni a legújabbakat. Nem a gitár, vagy ahogy mondtam, nem a Hillsong ének. Szóval nem ezek a feltétel, hogy egy ének új legyen, hanem az új szív. Ezt tanítja meg nekünk az ége. Mert amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Ha a régi dolgokkal van tele a szív, akkor régi ének hangzik belőle. De ha újjá teremti ezt az Isten lelke, akkor bizony az ének is új lesz benne. Mi kell ahhoz, hogy ez a szív megújuljon? A Zsoltáros szabadításról beszél. A Zsoltáros az új éneket a szabadító Istennek címzi, őróla énekel. Mi kell ahhoz, hogy egy szív megújuljon? Mi kell ahhoz, hogy egy szív kitörjön a sötétből? Mi kell ahhoz, hogy egy szív kitörjön a kilátástalanságból, vagy a reménytelenségből? Mi kell ahhoz, hogy egy szív
kitörjön a megkötözöttségek közül, semmi más, mint az, hogy Isten megszabadítsa azt a szívet. A hosszabb ige szakaszt Mózes énekéből olvastam föl, amikor átvonultak a vörös tengeren, és amikor Isten ugye a fáraó seregét oda veszítette a vörös tengerbe Izrael népe után. De olvashattam volna akár Debóra énekét, vagy olvashattam volna Anna énekét, olvashattam volna Mária énekét is, hiszen ezek is mind-mind ott vannak a Bibliában, és gyönyörű egyik szebb, mint a másik. Sőt, még azt a történetet is olvashattam volna, ezeket mind végigmondottam, hogy melyeket választom, aztán mégis ezt választottam. Amikor Pál és Szilász énekel a börtönben híján, mert ugyan gilincsek között voltak, de szabadok voltak, mert tudták, hogy az Isten gondjukat viseli, és meg is fogja őket szabadítani abból a kilátástalan helyzetből. Az ember szíve tehát akkor tud megújulni, akkor tud igazán megújulni, amikor átéli az Isten szabadítását. Ugyanis előtte a kilátástalanság, a megkötözöttség, a sötétség, ha ez tölti meg a szívet, vagy ez veszi körbe a szívet, akkor ez a szív nem tud mást énekelni, csak a régi éneket. Panaszt, önsajnálatot, önszeretetet, bármi másról, de nyilván még régi éneket énekelni, mert ez a régi ének, ez vonatkozik akár a saját magunk értékelésére, a kapcsolatainkra, a jövőkre, akár a függőségekre, a bűneinkre, mindre ráirányulhat, de nem tud új énekelni, mert nem szabad. De amikor megjelenik az Isten szabadítása, akkor hirtelen valami felszabadul, valami kiszabadul az ember szívéből, és ez nem más, mint a hála és a köszönet. Ilyenkor az új ének tartalma, mindegy, hogy mikor szerezték az éneket, 500 évvel ezelőtt vagy 1000 évvel ezelőtt, az új ének tartalma Krisztus szabadításáról szól, és azért új, mert újként élem át, mert friss az a szabadítás, és ez a friss szabadítás, ez tör ki az ember szívéből új énekként. Ezért énekel az új szív, új éneket Isten szabadításáról, ami ott és akkor történik meg az életünkben, a te életedben is. Amikor Krisztus szabadításával van tele a szív, akkor az ének sem tud másról szólni, csak is egyedül erről a szabadító Krisztusról. Róla énekel a zsoltáros, és róla énekel mi, énekünk ma mi is. Ez az átélt szabadítás, ez automatikusan indítja az új éneket a szívünkben. Nem kell megtanulni, nem kell begyakorolni, nem kell ráépíteni akár egy teljes liturgiát, vagy szokásrendszert, és semmi mást. Egyetlen egy dologra van szükség, hogy a szívedben az Isten szabadítása megjelenhessen. Átélted-e már ezt a szabadítást, és átéled-e naponként azt, hogy az Úr szabadító Úr ma is. Nem csak 20 éve, amikor megtértél, vagy 40 éve, vagy bármikor, hanem a mai nap. Akkor, amikor a szíved kilátástalanságban tapogatózik, homályban, vagy amikor sötétség veszi körbe, vagy amikor gyűlölet veszi körbe, vagy amikor csalódottság veszi körbe, vagy amikor szeretetlenség történik, ilyenkor átéled-e azt, hogy az Isten szabadító Isten ma is. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy sokat hallott már arról, hogy hogyan kellene keresztény emberré válni, hogyan kellene szabad emberré válni, hogyan kellene átélni azt az örömet, amit más keresztény emberek átélnek, és küzdött, erőködött, próbálkozott, de nem ment. Még nem egyszer megkapta, ajándékba kapta. Átérte, és innen már tudta, hogy miről van szó. Addig csak az agyával tudtad, amikor a szíve megtelt az Isten szabadításának, akkor onnantól kezdve bizony tudta már, hogy mit is jelent az Isten szabadítása, amit nem megtanulni kell, hanem átélni kell. Nekem is volt a héten egy élményem, egy ilyen szabadító élményem, és azon csodálkoztam el leginkább, hogy Isten mennyire gyors. Ugyanis volt egy beszélgetésem, ami hát mondjuk így, hogy egy-egy csalódottsággal töltött el, és ez az emberekben való csalódottságok, ezek ugye azért úgy tudnak burjánozni, és aztán kitöltik az ember gondolkodását, elméjét, szívét megtöltik, stb. És amikor megvolt ez a beszélgetés, utána nem sokkal később olvastam,
azt a napi tanítást, azt a napi igét, amit sokan olvasunk itt a gyülekezetben, és mintha szóról-szóra a helyzetre vonatkozott volna. És hát nem azt mondta, amit én szeretnék, tehát nem arról van szó, hogy Isten megerősítette, amit én szeretnék, az nagyon jó, egyáltalán nem erről volt szó, de abban megerősített, hogy nagyon jól tudja a helyzetemet, és hogy ő ígéretet tett, és ezt az ígéretét meg fogja tartani, és ebben olyan szabadságot adott, hogy még ezek a, mondjuk így, hogy emberi csalódásra, csalódottságra okot adó kötelékek, vagy lehúzó erők is mind-mind lepattantak róla. Ez egy óriási élmény volt, hogy beszélgettem arról, nem is terveztem, tehát nem az volt, hogy napok óta mondjuk megterveztük volna, hanem csak egyszerűen találkoztunk, beszélgettünk, dolgok kiderültek, elszomorodtam, körülbelül 2 óra múlva később elolvastam azt a arra napra szánt tanítást, amivel meg egyszerűen csak hálát adtam Istennek, hogy milyen csodálatos az volt, hogy ezeket így tudja időzíteni. Nem előtte olvastam, és elfelejtettem, hanem előbb volt a beszélgetés, és utána volt a szabadítás. Szóval azt gondolom, hogy ez óriási nagy erő és kegyelem az Isten részéről. És szerettem volna elmondani már a gyülekezetnek, úgyhogy most említem, és majd fogunk részletesen is beszélni róla, de indult egy új kör itt a gyülekezetben, úgynevezett kék keresztes csoport. 3 alkalmunk volt már, és ezek kedden este 6 órakor kezdődnek itt a gyülekezeti teremben. Kék kereszt az a református egyháznak az alkoholmentő missziója, és ebben emberek, akik oda elmennek, és hitre térnek, hitre jutnak, megújul az életük, megújul a szívük, utána egy ilyen utógondozó csoportban vesznek részt, ahol ezek az emberek, akik megszabadultak az alkoholtól, egymást is segítik. És hát ugye nagy volt az izgalom, tervezgettük már néhány héttel ezelőtt, hogy lesz majd, miképp lesz majd, és ugye volt bennem egy pici félsz, és mi lesz, ha kevesen leszünk, mi lesz, hogyha befullad, az ugye sose egy jó marketing, hogy kicsit ironikusan is fogalmazok magammal kapcsolatban. És az első alkalmunk az nagyon jó sikerült, vártuk izgalmasan, izgatottan a második alkalmat, hogy megvajon mennyire leszünk. És aztán ugye nekem is első alkalmak ezek, tehát én sem vezetem még ilyen csoportot. Nyilván most alakítjuk ki a formáját, azt, hogy hogyan zajlik ez a másfél óra, kedden este. És aztán lehoztam a gitárt, mondván, hogy szerdán is gitárral vezetjük a bűnőrán az éneket. Hát csak nem fognak megbotránkozni rajta a testvérek, hogy új éveket gitárral énekünk. És aztán itt várakoztunk még egy-két emberek, hogy a munkából esnek be 6 órára, és elkezdtünk énekelni. És aztán úgy lehetett érezni, hogy úgy megtelt ez a kis terem az ének hangjával, de nem csak az ének hangjával, hanem azzal az Krisztus élménnyel és azzal az újjá teremtő élménnyel, hogy ez az új ének, ezek megújult szívekből hangzottak és megújult szívekből szólaltak meg. És nagyon-nagyon megerősítő volt, és nagyon-nagyon áldott volt ott az a 15 perc, amit mondjuk így a gyülekezeti, a gyülekezői énekként énekeltünk el. Szóval ugye ezek mind-mind olyan tapasztalatok, akár az én életemben, akár itt a gyülekezet életében, akár mások életében, amik arra mutatnak rá, hogy ha az ember szíve megújul, akkor nem tud más tenni, csak új éneket tud énekelni. Miben áll ez a szabadítás? Erről is beszél a Zsoltáros, erről már csak röviden. Arról, hogy az Isten szeret bennünket, és ezt a szeretetét nyilvánvalóvá teszi, még a népek előtt is, ez van a második versnek a végén. Az Isten igazságát megmutatja a népek előtt is. Ez Istennek az igazsága, amit bemutat minden népnek, a keresztény embereken keresztül, az, hogy ez az igazság, ez a Krisztusban jelent meg, ez az igazság a Krisztusban teljesedett be, és az igazság a Krisztus által lehet a miénk, és lehet mindenki másé is. Az Isten igazsága az, hogy a Krisztus elvégzett, megváltozó munkájáért szereti az embert és elfogadja az embert. Magához fogadja az embert. Nem veti el, nem pusztítja el, nem küldi el, hanem Krisztusért úgy tekint ránk, mintha a saját fiai lennénk, mintha a saját tulajdon gyermekei lennénk az Istennek. És ez az igazság válik nyilvánvalóvá egy megszabadított ember életében. Mert nem csak arról van szó, hogy bizonyos szokásokkal leszámolunk, és nagy erőködve abba hagyunk dolgokat, akár italt, akár nem tudom én, bármiféle más rossz szokást, beszédünket,
vagy a kapcsolatnánk szerűen romboló erőket, vagy bármi mást valahogyan megakadályozunk, hanem itt arról van szó, hogy átéljük, át megtapasztaljuk újra és újra, napról és napról, hogy szeret az Isten, szeret bennünket a Krisztusban, és magához fogad. És ez az igazság, ez a Krisztus igazsága, az Isten igazsága Krisztusban válik elérhetővé a számunkra. Ágostontól idéztem az előbb, most is felfejezem be, ugyanis azt mondja, hogy nyugtalan a szív, amíg Istenben meg nem nyugszik, de ha egyszer megnyugszik, bárhol is keressen és bárhol is kutasson a nyugalom után, de ha egyszer megtalálja az Isten, és megnyugszik az Istenben ez a szív, akkor dalra is fakad, és énekel, és zengi a szabadító dicsőségét, és magasztalja az Urat, mert az Isten igazsága az, hogy az ember Krisztusért kap kegyelmet, és ezt, ha hittel elfogadja, ebben teljesen szabaddá válik, szabad emberré lesz, szabad lesz a szíve arra, hogy új éneket énekeljük. Kedves testvérek, erre hív a bennünket az ige, erre tanít, nem arra, hogy vitatkozzunk, hogy most az 500 éves ének, vagy az új ének a kérdés, hanem arra, hogy újuljon meg a szíve, és mind az 500 éves, mind a mai énekel teljesen új szívvel, mindegy, hogy milyen énekképességeit vannak, akkor is dicsérd az Urat, énekelj neki, szeresd őt, és így mutasd meg a háládat felé ebben az új énekben. Amen. Kedves testvérek, van egy ének, amit azt mondom, hogy gyülekezet már hallott sokszor kórus előadásában, mert most a kórus a gyülekezet lesz, és így szeretném megkérni, hogy tanuljuk meg ezt az éneket együtt, ami kapcsolódik az ige hirdetéshez is, és énekeljük együtt. Ez a 610. számú énekünk a barna énekeskönyvben. Először hallgassuk meg a dallamot, minden külön kísérlet nélkül, Feri fogja eljátszani nekünk, és utána énekre van támogató kórustagokkal, meg akik ismerik, kétszer egymás után. És akkor utána meglátjuk, hogy sikerült-e megtanulni ezt a dallamot. Thank you.
Szerető édesatyánk, a Krisztusban téged magasztalunk és téged dicsőítünk, mert te vagy a mi szabadító Istenünk, és az életünknek az értelmét, az életünknek az értékét, az benned találhattuk meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az értelmes és értékes életben lehetőséget adsz nekünk arra, hogy kifejezzük, mennyire drága és mennyire fontos vagy a számunkra. És köszönjük, Urunk, az éneklés ajándékát is, amit nekünk adtál a teremtettségünkben, hogy egyáltalán anatómiailag is, és szellemileg is úgy olyan ajándékokat adtál, úgy teremtettél meg bennünket, hogy képesek legyünk arra, hogy énekhangban is magasztáljuk és dicsérjünk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt a mai istentiszteleten is az énekhangja betölti ezt a teret, és ebben az éneklésben téged magasztalunk, mint szabadító Istent. Köszönjük a Krisztusban elkészített megváltást. Köszönjük, Urunk, hogy ez hangzik hétről hétre. És köszönjük, Urunk, hogy itt a gyülekezetre is gondod van, és hogy tudsz rólunk, és hogy szeretnéd, hogy mindannyian, akik itt vagyunk ebben a szabadításban, találjuk meg azt a békességet és azt a nyugalmat, amit úgy állítunk és amit úgy várunk. Kérünk, Urunk, hogy tedd számunkra a Krisztust a te lelked által nyilvánvalóvá, hogy lássuk az ő nagyságát, az ő dicsőségét, a feltámadott Úrnak a jelenlévőségét. Segíts bennünket, Urunk, itt a földi életünkben, az élethelyzeteinkben, ott, amikor rád nehezedik, akár a szomorúság, akár a csüggedés, akár a bánat, akár az irigység, akár a gonoszság, akár a szeretetlenség, vagy bármi egyéb más, újra és újra segíts megtapasztalni ezt, hogy te szabadító Isten vagy, és te nem hagyod a sajátjaidat ebben a rabságban, hanem kiszabadítod a bűnök alól, és ebben a szabadságban kínálod számukra, ajánlod számukra azt, hogy új életet élhessünk. Köszönjük, Urunk, ezt a szabadítást Krisztusban, ott a keresztben és húsvét feltámadásában, és köszönjük, Urunk, hogy ezt a szabadítást napról napra nekünk ajándékozott. Állunk és magasztalunk téged, Urunk, és dicsőítünk, mert senki sem méltó erre, csak egyedül te. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk a hirdetéseket. Kedves testvérek, jövő héten úrvacsorás, Isten tiszteletünkben. Szeretettel hívogatunk mindenkit erre az Isten tiszteletre. Azt követő héten, július 2-án, hónap első vasárnap, amikor családos Isten tiszteletet tartunk, de ez most egy kicsit más lesz, több lesz, mint egy mondjuk áprilisi, májusi vagy márciusi családos Isten tisztelet, ugyanis ez itt a névzáros Isten tisztelet is lesz, ezért szeretnénk, hogyha a gyermekek is el tudnának jönni, minél nagyobb számban ide közénk, és az Isten tisztelet után, a csáros Isten tisztelet után szeretnénk megkínálni a gyermekeket, és természetesen a szülőket, nagyszülőket is egy-egy palacsintával. Az elmúlt két évben úgy tűnt, hogy nagyon hálás és nagyon áldásos vendéglátás volt. A gyerekek nem fagyalogtak, vagy nem ízlik, vagy nem szerették volna, és úgy látom a szülők is örömmel fogadták, úgyhogy együtt ebédelnénk, de nem nagyobb főételekkel, hanem egyszerű palacsintával szörtel. Úgyhogy ezt hirdetem szeretettel és kérem is szeretettel, hogy aki tud hozni néhány palacsintát erre az Isten tiszteletre, azt kérem, hogy tegye meg, és az Isten tisztelet előtt bent a konyhába be tudja adni majd. A családos Isten tiszteletet és a palacsintázás követően pedig egy bár előadás történik majd. Emlékeztek rá, akik itt voltatok tavaly, júniusban szintén a süni, sünbenő történeteiről szólt, szeretetre vágyó sünbenőről,
és most ennek van egy második része, szintén egy 20-25 percben, amely egy Sűnbogival való barátságról beszél, és ugye a gyermekeket ilyen bárdelőadással tanítja a Biblia szép tanításaira, szeretetre, barátkozásra, hűségre. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy nem csak gyermekeket, hanem szülőket, nagyszülőket is várunk erre az előadásra. Úgy számoljuk, hogy körülbelül ez olyan egy óra magasságában fog véget érni, tehát akit otthon esetleg még várnak ebédre, sőt, aki még haza is tud érni egy óra utánra. Tehát 10 órakor kezdődik, és egy órakor fog körülbelül véget érni. Hagyjuk tovább, kihallgassunk osztálytársat, családtagot, családban jövő gyermeket is, természetesen mindenki más. Hirdetem az adakozás szolgálatát, tudva azt, ahogyan Pál apostol tanítja, jobb adni, mint kapni. Most pedig szintén egy magasztaló, dicsőítő énekkel fejezzük el mai istentiszteletünket a 614. számú dicsérettel. Én a Zsuzsi kijön, addig elmondom, hogy itt a Barna énekeskönyvnek az elején a Zsoltár úgynevezett parafrázisok szerepelnek. Azaz az előtte dal, amikor az Ágy Jézus kismadár dalomára szintén 111. Zsoltár szövegét énekeltük. Most is Zsoltárt énekeltünk a jubilátével, illetve 614. számú énekünk is egy Zsoltár átírás énekeljük. Tehát a Zsoltár dalomát szívvel, lélekkel, új dalommal. Thank you.
Szabadulást szerzett jobbja az ő szent karja, megmutatta szabadító erejét az Úr, népek szem előtt nyilvánvalóan tette igazságát. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.